hitépítő sorozat, és én nagyon köszönjük a TV2 Tények Plusznak a csütörtöki adást, ami egyben reklám is volt a mai befejező résznek. Gyerekként vágyott rá, felnőttként megvalósította az álmát. De csak egyetlen egy fiú volt a világon, aki már gyerekként megálmodta, és később meg is csinálta a híres autót Kitet. Ebből ezt? Hol várat? Hogyan? Videókat is készít a rajongóknak, ahol Zsolt műhelytitkokat is elárul. Kisipolták! Kisipolták! De miért? Nézzük már meg rendesen! Ebből ezt? Szarból várat? Hogyan? Én most nézem itt a belsejét, hiába vagyok csaj, imádtam a Knight Rider-t. Azt is, hogy beszél. Ő a tied is beszél? Na, hogy beszél. A filmbeli beszélt. Sosem volt olyan opció, hogy pont az enyém ne beszéljen. Idegen nyelveket is tud. Ich möchte Sie bitten, mich nicht anzufassen. Soy la voz de las industrias Knight, número procesador. Qu'on a désigné comme le KITT 2000. Az én Kitem szövegei minden esetben a magyar DVD, jó néha külföldi is, szóval a magyar DVD-ből általam kivágott hangfájlok, amelyeket picit azért én módosítottam. Mivel én német hangon ismertem meg, ezért nekem a német hang az etalon, ami szerintem egy picit erőteljesebb, kicsit jobban gépiesebb hangzású. Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries. Ezt akartam elérni. Leültem a gép elé, egyesével kijelöltem a fájlokat, amiket szeretnék magamnak kivágni, bejelöltem mennyinél kezdődik, hol végződik, kivágtam, és utána betettem egy ilyen hangátalakító szoftverbe, és adtam hozzá pici visszhangot, gépiesítést, mélyítettem rajta, és nagyjából egy 100-150 óra munkával meg is lettek a hangjaim. Észlelhető a különbség az eredeti magyar szinkrontól, de nem drasztikusan. Megszűnt az a finomkodó hatás, így picit erőteljesebb, picit gépiesebb lett, végül is ez volt a cél. Ahogy óhajtod. Kivettél a sorozatból Versenyi László hangján ilyen eredeti szöveget. Mikor szólal meg? Megnyomsz egy gombot, és akkor arra, hogy mond valamit? A beszédre a legegyszerűbb megoldás a CD-lemezes verzió, amikor is fogsz egy CD-t, ráírod az előre elkészített KIT MP3 fájlokat, beteszed a kis autorádiódba, és ezen keresztül adod vissza a KIT szövegeket. Ezt egy picit gagyinak tartom. Egyrészt hogy fogom távirányítani? Tudom, vannak távirányítós autorádiók, de azok nagyon messziről például nem működnek. Másik. Mi van, ha külső hangszórókat akarok rákötni, mert akarok, hogy kívülről is lehessen hallani a hangot, illetve a beszédet, állandóan szólnak. Tehát ha megyek egy forgalmas belvárosban, akkor a zebrán előttem áthaladók, vagy autóúton mindenki, aki a környezetemben közlekedik, az fogja hallgatni, amit én. Jó ez? És ott van még a voicebox probléma. Ugyanis nem csak akkor fog villogni előtte, mint a filmben, amikor beszél az autó, hanem ha mondjuk beteszek egy jó bódigusztit, ott fog nekem kiabálni, hogy hogy ezt elkerüljem, az autóba két teljesen különálló hangrendszert építettem be. Nem akartam ezt is én csinálni. Elmentem az autóhífis barátomhoz, mondtam neki, hogy nézd, Janikám, itt van, leskicceltem egy A4-es papírra, ezt szeretném, hogy ez így beszélj, de csak a beszéd az ezt a külső hangszorókat használja, villogjon a voicebox, de egy teljesen másik rendszeren szóljon a zene, erősítőkkel, blabla, és azt mondta, hogy menj a francba, ezt nem lehet megcsinálni. Így kire maradt ez is? Rám. Úgy van bekábelezve, hogy van az egyik rendszer, ami csak a beszédre van. Kettő darab nagy ovális hangszóró kívül a külső hangot biztosítja, az első és a hátsó lökhárító alatt. Ez csak a beszéd hangot adja vissza, belül működik a voicebox, ugyanígy rákötve, és a belsejében is van a többi belső hangszórótól teljesen különálló hangszóró, így kívülről is beszél, belülről is. És van a másik hangrendszer, a zene vagy a hifi hangrendszere, ez a gyári helyeken elhelyezett autóhifi hangszórók, két erősítő, hátul egy mélynyomó. És ha az erősítőket meg a mélynyomót nem is használom ki, mutatom, hogy szoktam velük szórakozni. Ezen természetesen semmilyen beszéd nem megy, kifele nem hallatszik, tehát a külső hangszorókat nem kapcsolja be, és a voicebox sem működik, amikor a zene szól. És ha már az előbb leszóltam az autórádiós megoldást, akkor mutatom, mi az, ami beszédvezérlésre szerintem sokkal profibb, és nekem be is vált. Semmilyen francos dologra ne tessék gondolni, egy pici
telefondoboz méretű, egy 12 voltos mini erősítő van a kocsi csomagtartójába bekötve, ami távirányítóval működik, és SD kártyáról tudja leadni az előre bekészített, a kártyára bekészített hangokat. Ilyenkor mondjuk akár messze állok a kocsitól, benyomom, ő elkezdi és random nyomja a szövegeket, amik az SD kártyán vannak. Egy picit profi megoldás, ami ugyanehhez az erősítőhöz kapcsolódik, a Bluetooth modul, amikor is ugyanehhez az erősítőhöz egy Bluetooth modul csatlakozik, aki így néz ki, ugyanúgy lehet 12 voltról és 220-ról is működtetni, ilyenkor ezzel a Bluetooth cuccal a telefonomat összepárosítom, és telefonról küldöm a hangokat, ez akár 100 méterről is működik, tehát ha mondjuk én fenn vagyok egy színpadon és pofázok valamit, az autó meg tőlem messze, akkor is meg tudom szólaltatni, és azt mondja, amit én akarok, de a legprofibb megoldás, ami tényleg visszaadná a mesterséges intelligencia illúzióját, az a CarPC, az autószámítógép. Gyere! Róla azt kell tudni, hogy ő egy 12 voltos mini számítógép, amely komputer így néz ki. Nem egy nagy darab, mérete és kialakítása miatt is kimondottan autóba való cucc, ezért hívják CarPC-nek nyilván. 12 voltos feszültségről működik, és úgy van kialakítva az egész áramellátása, hogy az autóban indítással, leállítással, generátor töltéssel járó feszültség esést, feszültség ingadozást is simán bírnia kell. Tehát ez lenne az autókomputer, amire feltelepítünk egy Dragon Naturally Speaking nevezetű hangfelismerő szoftver, amely szoftver arra képes, hogy az általad feltett számítógéphez szóló, tehát a számítógép mikrofonjába feltett kérdésekre az előre beállított MP3-as válaszokból ő random kiválaszt valamelyiket, és azokat adja. Ezáltal úgy néz ki, mintha tényleg az autóval beszélgetnél. Tehát én megkérdezem tőle, jelen esetben Kittől, hogyha benn van a CarPC, hogy szia Kit, hogy vagy? Jól vagyok, nem érzem magam jól, most kicsit fáradt vagyok, én ezt a hármat beletettem, de ő maga választja ki, hogy éppen melyiket fogja válaszolni. Ez eddig mind szép és jó. Viszont a szoftver nem tud magyarul. Amikor én ezt a CarPC-t megvettem, akkor a Dragon szoftvernek azt hiszem a 4.0-as verziója volt, mára ilyen 17 vagy 19-nél tartunk, és még mindig nincs benne magyar nyelv. Ami annyit jelent, hogy én hiába írok be magyar kérdéseket, ő nem tudja ezeket értelmezni. Tud törökül, tud angolul, tud oroszul, talán még arabul is, a magyar nyelv nincs benne, még a legújabb verziójában sem. Alsó konzol. Ebből az akkori piacon kapható egyik legjobb minőséget vettem meg. Billy Günther, aki sajnos már nincs a szakmában, gyártotta, ő volt a Night Designs. Az alapformáján gyakorlatilag semmit nem kellett dolgoznom, gyönyörűek voltak az élek, szépen meg volt csinálva, szinte festésre kész volt, igen ám, de a gombokat, azokat be kell vágni. És mivel ezekre a gombokra akkor még úgy nézett ki a dolog, hogy megrendelted, és azt hiszem egy év, két hónap múlva hívott Kanadából Chris, hogy elkészültek a gombok. Mivel sokat vártam arra, hogy megérkezzenek, ezért vigyáznom is kellett rájuk. Na igen, ilyenkor nincs segítség. Kézzel, reszelővel ki kell alakítanod nyílást, amiben a gomb majd később befér. Reszelés közben persze folyamatosan próbálgatni kell a méretet, hiszen a nyílásnak, amiben a gomb belemegy, egy picivel nagyobbnak kell lennie, hiszen jön még egy fényezés, tehát a festéknek a vastagsága is egy picit rá fog tenni. Így olyan kell, hogy passzoljon is, meg nem is. Mondjuk azt nem mondanám, hogy ez könnyű meló volt, de a végeredmény szerintem elég szép lett. Mindegyik be van kötve, a piros is, a zöld is, az összes, világítanak is, viszont mivel ennyi funkció egy autónak nincs, én a ködlámpát kapcsolom az egyikről, természetesen az elektromos ablakemelő gombok is működnek, pici gombsor, ahol a nagyon apró gombok vannak, megnyomni sem lehet őket, igazából semmit nem csinálnak, most már, így 10 év távlatából, lehet kapni olyat, amire tudsz kötni MP3 fájlokat, sőt, láttam most nemrég világítósat is, de mire kötöm rá? Felső, a tetőkonzol, az egy külön kérdés. Mivel ugye az én autóm első-második évados, ezért a nagy tetőkonzolt vettem meg,
nem túl jó minőségű volt, egy másik olasz gyártó, nem Carlo, Carlo-é jó, tehát őtőle meg lehet venni, a Night Passionsnél is van, az is tök jó, tehát megvettem egy szó-szó minőségűt, bazi sok munkám volt vele, hogy normálisan nézzen ki, vállalható legyen, szépen beleszaptam az elektronikákat, gyönyörűen villogtak benne a ledek, van ilyen kis számláló is benne, igen cuki volt, le lett fényezve, szépen kialakítva, itt is néhány helyen reszelővel megreszelve, minden szép volt, tök szuper, és figyelj, itt jön a példa, hogy mindent előtte be kellene próbálni. A cucc akkora, mármint felszerelve a helyére, hogy nem látsz ki tőle az első szélvédőn. Mivel az autónak az első szélvédője eleve döntött, így nézve nem marad sok felületen, amin kilás. Na most, ez a dolog, ez egy ekkora ez a konzol, hogyha így nézzük, és mivel fel volt csavarozva, gyakorlatilag a közepén a szélvédőnek ennyit kitakar. Ezt nem lehet. A filmhűség, a hasonlóság nem mehet annak a rovására, hogy biztonságban tudják közlekedni az autóval. Márpedig az, hogy kilátsz-e az első szélvédő rendesen, az igencsak biztonsági kérdés. Úgyhogy ez a konzol, bármilyen szép is lett a végeredmény, el lett adva. Szerencsére gyorsan megjött rá a vevő, meg is vettem az újabb fajtát, a harmadik évadost, ami sokkal kisebb, tehát szinte nem is foglal helyet a szélvédőből. Itt még annyi van, hogy a konzol már a tetőn van, fel van csavarozva, már az alatta lévő üvegszálas tetőkárpitot is kivágtam. Igen, ki kell vágni. Ugyanis ezek a gombok, ezek jönnek bele, ez az oldalsó, 28 darab ilyen szép színes, amik viszont ekkorák, tehát viszonylag nagyok, felfelé hosszúak, ezért nem férnének el külön a konzolban, muszáj kivágni hozzá az üvegszálas tetőkárpitot is. Hát, hogy még vezetékezve hogy lesz, azt nem tudom, de világítani fog, azt tudni. Ja, mielőtt elfelejtem, a gombok az olasztól, akit a múltkor mondtam, idgeniali.it, Paolótól valók, maga az üvegszálas konzol, az pedig Hollandiából Night Passions. És hogy mik a tervek a jövőre nézve? Ha befejezem a tetőkonzolt, nagyjából úgy kész leszek. Igaz, azt szoktam mondani, hogy soha nem leszek kész, mert mindig találok egy újabb dolgokat, amin tudok módosítani, vagy jön ki egy újabb alkatrész, ami egy picit jobban hasonlít a filmhez, de most nem! Stop! Most megállnék. Viszont van egy cucc, ami a csőrömet. Ez pedig az önvezetés. Létezik egy srác, Björnnek hívják. Ő azzal lett világhíres, hogy a saját autóját, van egy kitje, de van egy DeLoreanje is, egy visszajövő autója, és egy Corvette-et is megcsinált távirányítósra. Különböző szervómotorok vannak, itt-ott elhelyezve, fékpedál, gázpedál, automataváltó, kormány, minden működik. Egy ilyen komolyabb RC autónak a távirányítójával tudod távirányítani, és az autó az életnagyságú, egy az egyben arányú kit, ugyanúgy megy, mint a filmben. Nem ül benne senki, és a kocsi driftel az autó, nem is tudom, mit magyarázgassam, mutatom inkább. Na, állat vagy állat? Mondtam én! Ott tartunk Björnnel ezzel a projektben, hogy 10 embernek össze kéne jönni, aki megveszi tőle ezt a szettet. Mivel ez nem egy olcsó dolog, nyilván mindenki spórol rá, nincs azonnal meg a KP, és azt mondja, hogy még nem jött össze a 10 ember. Mi egy másfél-két éve már leleveleztük ezt, én mondtam, hogy én szeretném ezt kérni, mert ez egy baromi jó cucc, nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy én várom, hogy összejöjjön az a 10 ember. Szóval, ha láttok Magyarországon, egy év múlva, két év múlva, három év múlva, egy Knight Rider autót vezető nélkül beparkolni egy parkolóba, az én vagyok!